Na, szóval szép estét kívánok mindenkinek innen Budapestről a Rákospatak kifolyónál. Ugye ott az a motoros ott, igen, szóval itt a kezem, ő ott, ő egy peces, ezt már látom. És ugye azért jöttünk ide, vagy jöttem így ide egy kisfiammal, mert hogy ezt a területet így ismerem. És itt fogok majd horgászni. Majd egy adott pillanatban. Most ezt így hirtelen bemutatom nektek. Főleg az, hogy éppen egy spori és éppen most jön le. Ez egy régen egy kedvenc kis szakaszom volt, főleg akkor, amikor a dolgok jöttek. Szia, spori! Obzottyám, megérkeztél? Én. Na, szóval tulajdonképpen ugye itt vagyunk a Dunának a 1552. vagy az 1652. méter részénél, ahol én gyerekkoromban elég sokat úszóztam itt, bár akkor kicsit másképp nézett ki itt ez az egész terület. Most, hogy itt Pesten is vagyok, Pesten ezt a szakaszt fogom itt majd bemutatni, illetve horgászni. Most egy kis felvétellel itt mutatunk, amit lehet nagyjából látni. Az atya maradj a pityukával. Szóval itt a Rákospatak folyik ki, ami most jelenleg egy alacsony vízállásban van, de volt olyan, hogy ott a magasság az ott fenn volt, és ott fentről horgáztunk, és úszóval fogtuk a halacskákat anno. Ha itt fenn van, akkor lehet látni, itt ezek a kifolyók eléggé jók, ezek az örvények arra, hogy itt mozgolódások legyenek. Van egy spori is, aki éppen a pergető részét csinálja. Egy elég jó kis pergető bottal. Megállít. Szóval itt vagyunk a kifutónál is, ugye mondtam, itt egy spori van, aki éppen horgászik, és közben meg is ismerkedtünk. Szia! Sziasztok. Mutatkozz be! Sziasztok! Fejsztamer Árpa vagyok. Na, az Árpi itt van, aki nagyon sok mindent tud erről a vízről. Mármint én is ismerem ezt a vizet, de ezt a szakaszát, ezt azért így te. Kezdjük ott, hogy a vízállás milyen? Hát most alacsony, 116 a víz. Lent van nagyon. Ez nagyon lent van, igen. Hát attól függetlenül, és elég gyorsan csökkent a víz. Hát itt most 70-80-nal ment le így egy hónap alatt. Egy hét alatt. És de legalább a törések azok most nincsenek. Most jobban látszanak, megnézzük milyen vaddarokat találni. Meg igazából hátra van fenn sülő, én ebben számítok. És miket fogtál itt? Sülőt. Sülő hátán? Sülő. Hát attól függ, milyen napszakban jössz. Fényváltáskor a bajon, később a sülő. Nagy víznél a harcsa. Kiülni, harcsázni? Hát azért, mert gyors folyású a víz, nem nagyon tudsz, rettentő sok az akadó, meg annyira nem jönnek ide ki. Aha. Hát, hogy te itt kiül, esetleg a kis ágnál ott meg lehet próbálni, vagy lejjed, mikor már rosszul. Én nekem van még egy helyem, ugye, hogy átmegyünk a hídnál, ott van egy állóhajó a szigetnek a túloldalán. Az állóhajó alatt horgáztam én gyerekkoromba, és az alól azért lehetett kiszedni még harcsát is. Ott van, néztem még. Ahogy átmegy, csak nem biztos, hogy oda lehet már menni. Ugye, hogy átmegyünk a első hídon, nevezzük így, és ugye ott lemegyünk a... Na, mindegy, a lényeg az, hogy azt a részt is meg fogom majd nektek mutatni, de most egyelőre itt amúgy meddig lehet menni? Csak itt a kanyarig, mi? Itt eddig elbírsz menni, ez itt egy benne. Itt van benne egy öböl. Igen, egy öböl, és akkor így ennyi. Amelyet az öböl részét próbálom majd én is akár egy ilyen féder vagy bojlis technikával meghorgászni, ugye egy 2-3 napra kiülni. Szerintem ez nem egy rossz ötlet, csak arra számolsz, hogy elég sokan fognak az öbölbe kibekőzni. Persze, úgyhogy arra le kell olmozni tulajdonképpen ugyanúgy a szereléket. Szóval igen, egy vadvízről van szó, ennél vadabbat nem lehet találni, főleg nem a pesti szakaszába. Úgyhogy tartsatok velem ezen a szakaszon is. Sziasztok! Sziasztok!